Bár az olaj árának esése némileg mérséklődött, az orosz rubel tegnap újabb mélypontokat ért el a kereskedésben, egészen 66-ig szaladt a dollár-rubel árfolyama. Ennek megfelelően pánik hangulatban tegnap éjjel 10:30 körül az orosz jegybank 17%-ra növelte az alapkamat szintjét. Múlt héten csütörtökön lett volna alkalmuk arra, hogy megállítsák ezt a zuhanást, hiszen akkor csak 1%-ot emeltek a kamat szinten. A ma reggeli kommentek pozitívan látják a változást, a Goldman Sachs elemzői például azt gondolják, hogy ezeken a szinteken érdemes lehet a rubelbe befektetni. Ugyanakkor ma reggel még csak az úgynevezett short covering zajlik, meglehetősen nagy volatilitás mellett már 60 alatt is kereskedték a rubelt. A rubel mellett ma a Magyar Jegybank kamatdöntő ülésére figyelünk. Délután 2-kor tudjuk meg a határozatot, 3-kor pedig további részleteket közölnek. Minket elsősorban a decemberi inflációs jelentés érdekel, azért mert szeptemberben még 103 dolláros olajárral számolt a jegybank. Az elemzők szerint a jövő évre 70-80 dolláros átlagos olajár várható, ezért egészen valószínű, hogy a jegybank csökkent majd 2015-ös inflációs prognózisán. Az a nagy kérdés, hogy a jelenlegi olajárak mellett elérhető-e 2016-ra a jegybank 3%-os inflációs célja. Ha nem, akkor 2015 első felében további kamatcsökkentésekre számíthatunk.